Orbán Viktor miniszterelnök nyitotta meg Khalaf al-Habtur dubai milliárdossal a The Ritz-Carlton Hotel első magyarországi szállodáját Budapesten az Erzsébet téren. A felújított, korábbi Meridian Hotelben 170 szobát és 30 lakosztályt alakítottak ki. Khalaf al-Habtur a világ egyik leggazdagabb embere, személyesen fogadta a vendégeket a hotel halljában, így Orbán Viktor kormányfőt is. A dubai üzletember eddig 2 szállodát vásárolt Budapesten. Azt mondta, nagyon megszerette Magyarországot, ezért döntött a befektetések mellett. Ez a világ egyik legszebb szállodája most, és úgy gondolom, hogy ez a hotel is segít promotálni az önök gyönyörű országát a világon. Ez egy fantasztikus dolog. Rengeteg barátomat és üzletembert hívtam az öbölmenti országokból, hogy ismerjék meg az önök csodaszép országát, és persze ezt a hotelt is, mondta Khalaf al-Habtur. A The Ritz-Carlton Hotelnak ez az első magyarországi szállodája. A világszerte több mint 90 hotelt üzemelt társaságnak csak nem 3 millió törzs vendége van. Arra számítanak, hogy közülük sokan jönnek majd a magyar fővárosba. A rendezvényen Balogh Sándor, a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központok alapítója arról beszélt, hogy egy ilyen szálloda megnyitó újabb befektetéseket hozhat Magyarországra. Ennek nem csak az a jelentősége, hogy egy Ritz-Carlton elérkezik Budapestre, hogy megtalálja azt a tulajdonost, megtalálja azt a házat, ami a minőségnek megfelel, hanem az is a jelentősége, hogy ennek a híre eljut a Közel-Keletre, eljut az öböl államokba, és hogyha egy ilyen komoly befektető, aki körülbelül 30. a leggazdagabb arabok listáján Budapestet választja befektetési céllal, ez másokat is ide mozhat, ez olyan embereket is ide mozhat, akik itt fogják elkölteni a pénzüket. Khalaf al-Habtur azt mondta stábunknak, újabb befektetésekre készül Kelet-Európában és Országországban.